még sokkal alacsonyabb, 2,57. Úgy tűnik, hogy a világnézet erőteljesen befolyásolta az erkölcsi intelemnek is felfogható novella kedvelését, legkevésbé a nem hívőknek tetszett, legjobban pedig a maguk módján vallásosoknak. Utóbbiaknak jobban, ugye, mint az egyháziasan vallásosoknak, feltehetően azért, mert őket kevésbé kötik az egyházi erkölcsi előírások. Az általam vizsgált befolyásoló tényezők közül legerősebben az irodalmi ízlés hatott a mű kedvelésére, kisebb mértékben ugyan, de eléggé számottevőnek bizonyult az értékrend befolyásoló ereje. Átlagosan jobban tetszett a novella azoknak, akik fontosnak tartották a fantáziát, az önmegvalósítást, a szabadságot, de még inkább azoknak, akik a beilleszkedést, és még náluk is inkább, akik a bölcs kompromisszumot értékelték nagyra. Mindkét publicisztika jobban tetszett olvasóinknak, mint a novella, de mindkettő eléggé megosztotta őket. A novellával 2,82-es tesztés indexével szemben a megbocsátásról átlagos tetszés indexe 3,40, a vereségé 3,16 volt. A magyar szakosok ítélték leginkább művészinek, értékesnek a novellát, de ők is csak valamivel az eléggé magas művészi értékű szint alatt. És a társadalomtudomány szakosok tagsálták legalacsonyabbra a művészi értéket. A kérdőívre fölkínált 33 hatáselem közül, mint a legtöbb eddigi befogadás vizsgálatomban, ez esetben is az elgondolkodtató lett a legtöbbek által választott, de ezt mindjárt a fárasztott, fejtörést okozott követte. Az a Mester és Margarita című Bulgakov regény hatása annyiban is különbözött az Esterházy novelláétól, hogy akkor a 10 legtöbbször említett hatáselem között nem szerepelt, mint itt, sem a fárasztott, sem a megzavart. Helyükön pedig amott az újat mondott és a gyönyörködtetett foglalt helyet. Az átlagoshoz képest a novellának a magyar szakosokra gyakorolt hatása volt a legmagasabb, a nem online szakosoknál és még inkább a társadalomtudományi szakosoknál. Erdődi Edit úgy látta, hogy a 70-es évek novelláiban a tapogatózva kereső, mindenben bizonytalan átlagember helyére, Esterházynál is, a hős lép, akinek szüksége van célokra, feladatokat tűz maga elé, életének a helytállása, feladata, küzdelem vállalása ad értelmet. Az ironikusan megfogalmazott tarts távolságot a korszak jellemző életelveként is felfogható. Míg az irodalmárok közül a novellát legtöbben tanító-oktató intelemnek, Parajnézis rokonának tekintették, Veres András szerint az irónia révén nem érvényes rá az eredeti műfajból következő jelentés, ugyanis az elbeszélő, a kezdőpincér, egy, hát úgyis mondjam, kései kamasz és korai fiatal emberről van szó, belső monológiában saját magának ad tanácsokat. Ellenséges környezetével szemben úgy őrzi meg önmagát, hogy befele fordul, a természetesnek elfogadott sérelmeket a tudat síkján kompenzálja. Jó magam, inkább az elmélkedésnek, az aforizma gyűjteménynek, de leginkább erkölcsi intelemnek tekintem a novellát, mely egyben emberismeret és életismeret, melyből arra a kérdésre kaphatunk választ, hogyan lehet úgy szolgálni, hogy közben megmaradjon emberségünk, hogy egyéniségünk a legkiszolgáltatottabb helyzeteiben is sértetlen, zárt egység maradjon. Ahogyan értelmezi a novellát, mit tart a novella legfontosabb gondolatának kérdésekre adott válaszokban, a leggyakoribb értelmezés elemek a következők voltak: tanácsok fiatal pályakezdőknek, intelem, tanács, ez maga az élet, van remény, a mindennapi élet ábrázolása, alkalmazkodás a világhoz, emberségünk megtartása. Akadt tucatnyi olyan reflektív értelmezés is, mint alakíthatunk a világon,
ha eléggé erősek vagyunk. Parányi létünk irracionalitásán felül kell emelkedni. A rendszerváltás előtti élet kényszerválasztásokon alapult. A milyennek mutatja a világot a novella kérdés adott válaszok leggyakoribb kulcsszavai eléggé negatív képre utalnak, unalmas, monoton, mókuskerék, kiismerhetetlen, kiszerű, képmutató, gonosz. Ugyanakkor a milyen értékekre hívja fel a figyelmet az elbeszélő kérdésre, jelentős arányban érkeztek pozitív válaszok, leggyakrabban erkölcs, türelem, kitartás, alázat, alkalmazkodás, emberség, apró dolgok, szépsége. Az olvasóknak ugye kettős látására jellemző, hogy a novellában ábrázolt életet és világot sötéten látják, ugyanakkor érzékelik az ezzel szembeállítható értékeket is. Amennyire áll közel önhöz, amit ez a novella ön szerint a világról és az emberről állít kérdés alapján, 5 fokos skálát használva, az egyetértés átlagértéke 3,34 volt. A Megbocsátásról című erkölcsi publicisztika ember és világképének elfogadottsága jóval magasabb volt, mint a novelláé, a legnagyobb mértékre a magyar szakosok és a vallásosok körében. A Vereség című publicisztika az eléggé nyilvánvaló kormánykritikus politikai állásfoglalása ellenére is ugyancsak jóval nagyobb egyetértésre talált, mint a novella. Ez a politizáló publicisztika érthetően a társadalomtudományi szakosok körébe talált legnagyobb mértékűen egyetértésre. Az üzenetével egyetértők leggyakrabban azzal érveltek, hogy én is így tapasztalom, hiteles látlelet, eluralkodik az urizálás. Az eddigi olvasás szociális kutatások szerint Eszterházy legalábbis ez idáig nem tartozik a hazai olvasás történet legnépszerűbb írói közé, művei nem kerültek az igazi legtűrök közé, leginkább egy nem is túl periférikus, de nem is túlságosan népes szubkultúra olvasmányai. És ebbe a körbe nem tartoznak bele sem a fiatalok, sem a diplomások, sem az egyetemisták, de még a magyar szakosok sem, csak közülük egyesek. Az azért elgondolkodtató, hogy a novella hatása, de még valamennyire értelmezésének reflektáltsága is valamivel kedvezőbb volt, mint amit a kedvelése alapján várni lehetett. Magyarázatot keresve megpróbálkoztam egy komplex befogadás indexel, mely egyaránt magába foglalja a kedvelést, az elutasítást, értékelést, a hatást és az értelmezést. Ez az index érthetően a magyar szakosok körében mutatkozott legmagasabbnak, hiszen hát ők állnak legközelebb a profi olvasóknak tekinthető irodalmárokhoz. Magyarázatra szorul azonban, hogy miért volt a reál szakosok, mérnökök, informatikusok, vegyészek befogadás indexe magasabb a társadalomtudomány szakosoknak. Holott irodalmi ízlés indexük sokkal alacsonyabb volt azokénál. A magyarázatot részben talán értékválasztásai különbségében vélhetjük megtalálni. Azoknak a befogadás indexe, akik a beilleszkedést, az önmegvalósítást, a személyiséget és az alázatot egyaránt nagyon fontosnak ítélték, átlagosnál magasabb volt a befogadás indexe. Átlagosnak pozitívabb. Márpedig a reál szakosok az önmegvalósításnak kiemelkedő, a személyiségnek és a beilleszkedésnek átlagosnál nagyobb fontosságot tulajdonítottak, a társadalomtudomány szakosok viszont egyiknek sem. A különböző világnézetűek között a novella befogadás indexe a maguk módján vallásosok körébe volt legkedvezőbb, a nem vallásos istenhívők és egyháziasan vallásosok körében átlagos, a nem hívők körében pedig a legalacsonyabb. A maguk módján vallásosok esetében már a kedvelésnél is felvetődött az ő kevéssé megkötött vallásosságuk kedvező hatása. Ehhez még az is hozzávehető, hogy a beilleszkedés mellett az önmegvalósítást is átlagosnál fontosabbnak tartották. Eddig ugye a vizsgált befogadási
a befogadás befolyásoló tényezők magyarázó szerepéről esett szó. Most essék szó magának az irodalmi műnek a befolyásoló szerepéről, hatásáról, ha tetszik, idézőjelben teszem, varázs erejéről. Minden mű esetében előfordul, hogy akadnak rendhagyó esetek, amikor nem érvényesül a hipotéziseknek megfelelő papírforma, amikor például a kevéssé fejlett ízlésűeknek csak azért is tetszik a műalkotás, és a legfejlettebb ízlésűeknek csak azért sem. Ebben a kutatásban a 35 nagyon és eléggé alacsony ízlésindexsel rendelkezők közül 8 rendhagyó akadt, akinek eléggé vagy nagyon tetszett a novella. Közülük 3-an közepesen, 3-an eléggé vagy nagyon árnyalt értelmezést fogalmaztak meg, alig ha tekinthető véletlennek, hogy a beilleszkedés fontossága ebben a rendhagyó körben az átlagos 3,66-tal szemben 4,43 volt, és az átlagosnál magasabb volt a személyiség és az önmegvalósítás átlagértéke is. Még nagyobb volt azoknak a nagyon alacsony, vagy eléggé alacsony ízlésszinten rendelkezők száma, akikre viszont erősen, vagy nagyon erősen hatott a novella. Nem meglepő, hogy a beilleszkedés mellett itt is magasabb volt az önmegvalósítás, és jóval magasabb a személyiség fontossága. A varázslatból úgy tűnik egy és más megmagyarázható. De továbbra is számolnunk lehet a műalkotások, esetünkben az Esterházy írások, valamiféle további magyarázatra szoruló, idézőjelben mondom, mágikus erejével, mely a kedvezőtlen befogadási feltételek ellenére is működik. Írásom irodalmára lektorai közül egyesek úgy látták, hogy a vizsgálat eredménye igencsak lehangoló, hogy az egyetemista fiatalság csúnyán levizsgázott. Mások az irodalom hazai befogadásának folyamatos hanyatlásának, vagy éppen az általános elbunkósodásnak bizonyítékát olvassák ki. A pesszimistábbak vagy a realistábbak úgy látják, hogy a megnövekedett szabadságtérben szabadon lehet elkerülni a magas kultúrával való találkozást. Úgy tűnik, mindez a mai egyetemi hallgatók többségére is igaz. A hanyatlás hipotézist igazolja az a tény, hogy a 60 éven felüli diplomásokból álló kontrollcsoport tagjai sokkal kedvezőbben fogadták, a magasabbra értékelték, és árnyaltabban értelmezték a 3 Esterházy írást, mint unokáik, nemzedékhez tartozó, leendő diplomások. Mindemellett lehetséges kutatási jelentésemnek egy derülátóbb olvasata is, mely szerint az Esterházyra valamennyire ráhangolódó, az irónia nyelvét valamennyire értő olvasó diskurzusba kerülhet a számára szokatlan művekkel is, vagy ha a vető mag nem útfélre, nem sziklás helyre, nem tüskék közé, hanem jó földbe kerül, akkor akár 30 annyi, 60 annyi, 100 annyi termést is hozhat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor megkérdezem a jelenlévő még 11 fős közönségünket, hogy ki szólna hozzám. Mondjuk én megkérdezném az Istvánt, hogy mit gondol arról, hogy az Esterházy iránti, meg egyáltalán a bizonyos értelemben magas irodalomnak nevezett kulturális produkciók iránti igénynek a csökkenése, az nem áll összefüggésben az egyáltalában véve. Tehát az Esterházynál tapasztalható
érdeklődési minőség, megcsapanás az nem korrelál-e azzal, hogy általában véve is igaz, hogy az internetes, instant fogyasztható információk tengerében az emberek kultúráltabb vagy kevésbé kultúráltabb olvasó rétegről szó, alapvetően kevésbé érdeklődnek a hagyományos értelme vett magas irodalom iránt. Mindenképpen ez így van, de azért hozzá kell tenni, hogy ez a bizonyos szubkultúra azért ez negyedmilliós, és az ő tovább sugárzó hatásuk is jelentős. Továbbá, ugye most belevegyük-e az Eszterházi olvasók közé, amikor még élt és volt ilyen rovat az élet és irodalomban az ő rendszeresen megjelenő publicisztikáit, vagy belevegyük-e a blogokon megjelenő Eszterházi idézeteket és a rávaló hivatkozásokat. Nagyon nehéz helyzete van az olvasás kutatónak, mert most van egyfajta blogolvasás is, SMS üzenetolvasás is, de kétségkívül a fő tendencia nem kedvez a hagyományos, rendszeres könyvolvasásnak, akár legyen ez lektőr, akár legyen posztmodern szubkulturális irodalom. De mondjuk az, hogy hivatkoznak, citálnak különféle klasszikus értelmen vett kis meg nagy epikai magas irodalmi termékekből a blogokban és ilyen-olyan helyeken, ez nem gondolnám, hogy feltétlenül abból ered, hogy olvassák is ezeket a munkákat, hanem ugye valaki fölmegy az internetre, egy ilyen transzcendens aktust hajt végre, és ott megtalál ilyen breviárium-szerűen kilistázott különféle idézeteket, megtetszik neki, és akkor azokat használja. Tehát azt nem gondolnám, hogy feltétlenül szisztematikus olvasásnak, olvasási igényességnek és kultúrának lenne a lenyomata az a tény, hogy valaki valamely blogban, bármely megnyilvánulásában éppen Eszterházira hivatkozik. Ezt én se gondoltam, csak azt mondtam, hogy arra utaltam, és ez nagyon érdekes lehetne győzni, hogy szálló ígér, tehát olyan szubkulturális posztmodern írók, vagy pedig egyáltalán nem posztmodern, régebbi írók, akiket már nem nagyon olvastak, hány mondatuk vált aforizmává, és mégis működik, és a life skill-eket is még befolyásolhatja. Én is reagálnék erre a, hogy mondjam, erre a publicisztika olvasó népességre, hogy egy szubjektív vallomást tegyek, én pont ahhoz tartozom. Tehát aki ki nem állhatta a Eszterházi regényeket, kifejezetten visszajogtam tőlük, és hihetetlen élvezettel olvastam a Eszterházi publicisztikáit, sőt azt gondoltam, hogy bizonyos értelemben az Eszterházi az mondjuk 90 előtt, tehát amikor ugye nem folytatott publicisztikát, akkor lényegében egy ilyen, hogy mondjam, ennek a lárpurlár típusú irodalomnak a aktivistája volt, míg 90 után a társadalmi felelősségvállalásnak a klasszikus magyar felelős irodalmi hagyományát vállalta föl. Tehát mintha egy teljes fordulat ment volna végbe, amit én mondjuk a regényeiben nem feltétlenül találtam ilyennek, de hogy a publicisztikája mindenképpen. Tehát az a kérdés valóban, hogy a radikálisan eltérő műfajokat követő Eszterházi, vagy egyáltalán bárki, aki eltérő műfajokat követ, annak a... De hát ezt, hogy mondjam, klasszikusokkal kapcsolatban is lehet mondani, hogy a Szabó Dezsőnek a
regényeit nem volt kötelező szeretni annak, aki a Szabó Dezsőnek a Betlen kormánnyal szembeni publicisztikáját viszont imádta. Tehát, és fordítva. Igen, ezek mindig az, hogy még bonyolultabb legyen a helyzet. Igen, egyébként a te reagálásod élő bizonyítéka volt, amit én kimutattam a kutatásom, hogy a társadalomtudomány szakosok, akik nagyon nem kedvelték a novellát, a Vereség című publicisztikát, ebből is egyébként szállóigévé vált néhány mondat, viszont ők kedvelték legjobban, de párhuzamosan ezekkel a, hogy is mondjam, felelős, politizáló értelmiség írásaival jelentek meg, hát az utolsó 3-4 regénye meglehetősen hát a föld felett lebegő posztmodern regény volt. De ami nagyon érdekes, ha lesz a jövő, tudni, ezek nem lejátszott mérkőzés, egyetlen írói pálya sem. Amikor nagy divatja lett az egzisztencializmusnak, Camus, Sartre és mások, és az egzisztencialista művészetnek, akkor váratlanul fölbukkant Dostojevszki. És tekintve, hogy le van fordítva minden világnyelvre, Dostojevszki olvasottsága kétszeresére, háromszorosára nőtt minden olyan országba, ahol egyáltalán valamiképpen az egzisztencializmus hatott. Tehát ilyen, hogy is mondjam, föltámadásra szinte minden író számíthat. Ugye Eszterházy a Hasnyálmirigy naplót, tekintve, hogy élet-halál, és egy előttünk meghaló ember, aki a hírekbe szerepel, még ha nem is olvastunk tőle semmit, ezt a regényt elég sok olyan olvasta, aki hát vele együtt szeretett volna sajnálkozni, vagy szolidaritást érezni, vagy hát hasonló cipőben járt valamelyik családtagja. Tehát ilyen értelemben ezek nem lejátszott mérkőzések, de a fő tendencia, tetszik, nem tetszik, immár töretlenül 50 éve csökken a rendszeresen olvasók, a rendszeresen értékes irodalmat olvasók aránya, ez töretlen tendencia. Ám nem tudjuk, hogy ezzel párhuzamos valóban a publicisztika műfajok, a blog műfajok, és így tovább, ezek mennyire tudnak mégis egy ilyen hátsó bejáraton belépni az olvasói tudatba. Kicsit más kérdés, de ehhez kapcsolódik, hogy mit gondolsz arról, hogy ugyanakkor a külső szemlélő előtt, és ebbe a kategóriába besorolom magamat is szívesen, az a benyomás áll elő, lehet, hogy téves, én elég gyakran látogató könyvesboltokat tekintem át a különféle kiadóknak a produkciós listái termékeit, de úgy érzékelem, hogy miközben egyfelől ugye az az állítás fogalmazható meg, és fogalmazod meg te legalábbis, hogy 50 éve csökkenő tendenciát mutat a nagyobb irodalmi művek irántinak az olvasottsága. A könyv... Bocsáss meg, nem. Egyáltalán a könyv olvasás, a rendszeres olvasás, a rendszeres irodalomolvasás és a rendszeres értékes irodalomolvasás. Mind a négy terület folyamatos csökkenés. Így is áll a kérdésem, tehát ha így is van, akkor is másfelől azt lehet látni gyakorlatilag, hogy a könyvkiadás talán olykor bekövetkező megtorpanásaitól eltekintve, de legalábbis napjainkban például floreáló állapotban van, elég csak kimenni például a Vörösmarty térre, ugye a könyvhét alkalmával néhány ilyen klasszikus könyvvásári helyzetben megjelenni, vagy éppen csak bemenni egy könyvesboltba, különösképpen mondjuk egy nagyobb volumenű könyvesboltba, és újabb termékek garmadáját látjuk a piacra téve. Ha
azt kell feltételeznünk, hogy a könyvkiadóknak is valamilyen módon meg kell termelni azt az összeget, azt a tőkét, amiből újabb és újabb könyveket tudnak kiadni, akkor azt kérdezem, hogy kik azok, akik tehát vásárolják, vagy pedig egyáltalán a könyvvásárlás kultúrájának teljesen megváltozott volna a struktúrája, tehát a könyveket veszünk valamilyen kultúrpresztízs, ilyen-olyan státus, szimbolikus megfontolásból, miközben ezeket nem olvassuk. Szóval hogy látod te ezt? Hogy van? Teljesen megváltozott a Vörösmarty téri könyvheti ünnepi tüntetés, egy ilyen könyvolvasó szubkultúrának a tüntetése. Van egy összehasonlítási alapon. Ki tudják adni ezeket a munkát, de valakinek meg kell venni olyan mennyiségben, hogy meg... Pontosan erről van szó. 50 ezer helyett 1500, 3000 helyett 300 példányba, gyors utánnyomás reményében, hogy hát ha az is elfogy. Természetesen vannak azért olyan bestsellerek, amelyek hát ennek tízszeresére is fölmered, ezek kivételesek. Egy könyvheti alkalommal meg voltam hívva, mint dedikáló író egy megyeszékhelyre. 4 óra hosszat ültem ott 3 másik íróval, a végén egymásnak dedikáltuk műveinket, és hazamentünk. De jó társaságban voltatok. Abszolút, igen. Viszont figyelj, de tehát lehet... A Vörösmarty téren ugye pesgett az élet, de ez megtévesztő. Lehet, hogy a 70-es években, 60-as vagy 80-as évek elején egy-egy kiadvány, pontosan tudjuk, hogy ugye, ha megnézte valaki a telefonját a könyvernek, akkor látta, hogy 10 000 az kevésnek számított, 30-40-50 ezeres példány számban jelentek meg ugye regények, no, de viszont gyakorlatilag sokkal kevesebb mű jelent meg, mint manapság. Én bennem az a hiú gondolat ábrázol, gondolat él, hogy, vagy motor gondolat él, hogy a kettő között mégis van egyensúly. Most annyival több kiadvány jelenik meg, noha kis példányszámban, hogy ez nagyjából egész ekvivalenciában van a példányszámok összmennyiségét illetően, annak az időnek a terméseivel, amikor kevesebbet adtak nagy példányszámban. Hát minden írónak van tucatnyi, 2 tucatnyi, 3 tucatnyi, esetleg 100 olvasója. Nagyon-nagyon tarka világ, ez nagyon sok kicsi, egymással néha alig-alig átfedő kis szubkultúra. Egyébként nagyon érdekes, a könnyű zenében is végeztünk ilyen kutatásokat. Nem, nincs egy vagy két együttes, akinek a közönsége akárcsak negyed akkora lenne, mint annak idején az Illését, meg az Omegának, stb. Nagyon sok kis könnyűzenei szubkultúra van, töredezett ez a világ, természetesen ott nagyobb közönségek vannak a könnyűzenében, mint az irodalomolvasásban. Végeredményben ez... Egyáltalán nem hiszem, hogy ez szörnyű dolog lenne, ha mondjuk lenne 1000 féle kicsi, nagyon kicsi, néhány tucatnyi értéket fogyasztó szubkultúra, pláne akik egymással még kommunikálnának, és ez majdnem olyan, hogy paradicsomi helyzet lenne, de hát mondjuk erről sincsen szó. Mérei Ferencnek volt egy olyan elképzelése 2010-re, ugye hát ez most már túl vagyunk ezen, hogy itt a nagy közművelődés, meg művelődési házak, meg egyéb kicsi családnyi, baráti kör méretű, egymást szórakoztató, egymásnak színházat csinál, egymásnak felolvasó kis baráti körök, közösségek alakulnak ki. Hát ugye ez sem jött létre, hanem de hát... És akkor mondom, még mindig ott van, amire mindig óvatos vagyok, és nem igazán értek ehhez. Valóban itt azért az internet, a mobiltelefon és ezen keresztül történő irodalmi kommunikáció, hát meglátjuk, ez lehet, hogy vakremény.
Meg ugye abban se lehetünk teljesen biztosak, hogy végső soron és fenomenológiai értelemben a film az nem ugyanaz-e. Tehát, hogy végső soron, hogyha azt, tehát, hogy ahogy a, mondjuk az irodalmi műfajok mérhetetlenül megváltoztak, tehát mondjuk egy, nem tudom én, egy a homéroszi eposzokat meghallgató embertől a Victor Hugo regényt otthon a lámpás mellett olvasó emberig, hogy mérhetetlenül különböző a fogyasztás. Elképzelhető, hogy egy nagyobb perspektívából azt tudjuk mondani, hogy a filmnézés is valamilyen értelemben tehát ugye a film az egyáltalán, hogy egyáltalán nem pusztán a mondjuk a hogy mondjam, a festészetnek, vagy tehát a vizuális kultúrának az örököse, hanem a történet. Tehát a filmnek nagyon erős mozzanata az, hogy történet van mesélve, emberek párbeszédet mondanak, ott persze nagyon fontos a színészi játék, meg minden, de akkor is, hogyha a dráma része az irodalomnak, akkor a film is része az irodalomnak, és akkor már egyáltalán nem csökken összességében az irodalomfogyasztás. Hát úgy gondolom, a film nem az irodalomnak része, hanem hát valaminek a művészetnek, és bizonyos tekintetben tényleg az olvasmány, a történet olvasmány helyét elfoglalta, jelentős részben a film. Ilyen, olyan, amolyan filmek. Itt ugye egy gond van, hogy azok a life skill-ek, amelyeknek a erősödését megerősíti, segíti az olvasás, ezt jóval kevésbé tudja a film. Ugye elég döntő dolog az empátia érzék, és ennek a nagyon alacsony színvonala kitapintható a mai mindennapi életünkben, a családtól a parlamentig. Ugye a másiknak a megértése, hát nyilvánvaló sok beszélgetés, ez nagyon segítheti, a filmnézés is segítheti, de azzal, hogy a regény arra késztet, hogy elképzeljem azt az arcot, amit nekem legyártanak készen a filmben, ez hát egészen másfajta készségeket, személyiségfejlődést segíthet. Tehát ennyi előny, ez egy behozhatatlannak látszó előny, és ennek a hiánya eléggé kitapintható. Ezt még nem sikerült pótolni a mozgóképpel, a mobiltelefonnal, a cseteléssel. Mert a beszélgetés is ugye egy érdemi beszélgetés, hogy valóban vannak kérdések, problémák, de a csetelésben pedig paneleket cserélgetünk, sőt ugyanazokat. Hát ez egy másik téma, de ezen mindenkinek el kell gondolkodni. Na de most már nem csetelünk, hanem miccelünk. Hát igen, tehát, hogy, és erre már nem mondhatjuk azt, hogy tehát egyáltalán nem biztos, hogy nagyobb eséllyel töltöttünk volna ma egymás társaságában 10-nél több órát, hogyha ezt egy teremben kellett volna tennünk. Igen, ebben van valami. Elfogytak a kérdések, vagy legalábbis elfáradtunk. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, István. És akkor hát belefutottunk abba az utolsó programpontba, amit még szintén nem próbáltunk soha a körkép keretében, aminek azt a címet adtam, hogy dolgaink. És itt ugye azt egyszerűen az van felajánlva, hogy van-e bárkinek bármifajta olyan
hogy mondjam, tudományosan releváns mondani valója vagy kérdése, amit egyszerűen, hogy mondjam, tehát ez pótolja a, hogy mondjam, a kocsmát, ez a dolgaink. Tehát ez az a fázis, amikor véget ért a konferencia, és utána beülünk a kocsmába, és fecsegünk valamiről. Van-e kedve valakinek bármit mondani, vagy kérdezni, vagy megjegyezni? Mert minden esetre elég sokszor hallottam ezt a problémát, hogy szemben a, hát az offline konferenciákkal, ahol van egy ilyen szünetszakasz, a online konferenciákon nincs. Hát most van. Nekem egy apró megjegyzésem lenne. Parancsolj! Önkorrekció, természetesen az 1,6 milliárdnak a fele az tényleg 800 millió. Ugye, ahogy helyesen kijavítottál az előadás során. Ennyi. Ja, hogy nem 8 millióan éheznek, hanem 800 millióan, igen. Az... Két nulla. Stimmel, de az arány, az, hogy fele-fele, vagy hogy kétszer annyi, az stimmel, csak a igen. Ez a kocsmai harmadik korsó utáni bűnvallás volt? Így van. Értem. Érdekes módon nekem nem is ez tűnt föl, na, kicsitán azt mondtad, hogy az 1,6 milliárd fele, de nekem nem is az tűnt föl, hogy a nyolc, nekem úgy abszolút számban tűnt föl, hogy kicsit kevésnek tűnik, tehát, hogy Darvas Péter barátom ugye a Világbanknál intézi többek között ilyen afrikai és egyéb ilyen éhező ügyeket, és hát ő azért ilyen, ennél mindig ilyen egyen nagyobb nagyságrendekkel szokott beszélni, vagy inkább kettővel, és azért csodálkoztam. Nem, hát ez csak egy ilyen nyelvbotlás. Igen, világos. Nyilván. Igen. Az ember nem arra fókuszál, hogy a számnál a nullák hogy vannak, hanem a... Igen. Kedves barátaim, én azt hiszem, hogy egy nagyon hatékony és érdekes nap után vagyunk, és hát holnap kettőtől megint késő estében nyúló, vagy legalábbis estében nyúlóan leszünk együtt azok, akikkel együtt leszünk. Mindenkit szeretettel látunk, tudom, hogy a hétköznapok azok nem mindig annyira kézenfekvőek, mint a vasárnap. Bár van, akinek meg a vasárnap nem kézenfekvő, tehát nyilván többféle alternatíva és lehetőség van. Minden esetre akkor holnap a kettő előtti percekben érdemes megnézni a honlapot, hogy addig kiderülő Meet linket mindenki megtalálja. Köszönöm szépen, hogy előadtatok, köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Szervusztok!